Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai alkalommal újra a digitális jelekkel foglalkozunk. Remélem sokaknak lesz hasznos ez az összefoglaló is. Az első Arduino példaprogramunkban, a Blinkben megnéztük, hogyan lehet egy ledet villogtatni, vagyis a digitális kimeneteket tetszőlegesen kibekapcsolgatni. Az így előállított fénysorozattal már összetett üzeneteket is küldhetünk a külvilág felé, gondoljunk csak a morzekódra. Sokszor azonban jó lenne a külvilág igen-nem állapotát megállapítani. Ehhez a feladata a legalkalmasabb eszköz a digitális bemenetre kötött kapcsoló vagy nyomógomb. Az elektromos kapcsoló egy olyan államköri elem, amely az elektromos áramot bizonyos irányban vagy átengedi, vagy nem. Segítségével digitális eleket tudunk előállítani. A digitális elsorozatok átvitelénél a logikai biteket valamilyen módon ábrázolnunk kell. A legegyszerűbb ábrázolásnál a két szintnek két feszültségértéket feleltetünk meg. A mikrovezérlők az I.O. portokon keresztül tartják a kapcsolatot a külső áramkörökkel. Az általános felhasználású célú be- és kimeneteket GPIO perifériának nevezzük. A digitális eleket a mikrovezérlők feszültség logika szerint értelmezik, így ha egy GPIO lában high vagy low jelet adunk ki, akkor elvileg a tápfeszültséget vagy a nulla voltot vezetjük ki egy elektronikus kapcsolóval. A valóságban sajnos ezek a feszültségszintek csak bizonyos szórással tartható be, ezért inkább feszültségtartományon beszélünk. A magas és alacsony feszültségtartomány közötti rész tiltott sáv, hiszen ezek a feszültség értékek logikailag nem értelmezettek, ilyenkor azt mondjuk, hogy a láb lebeg. A logikai feszültségszintek tartománya gyártási technológiánként eltérő a be- és kimeneteken. A TTL, azaz tranzisztor transzisztor logikát követő áramkörök tipikusan 5 voltól üzemelnek, és 2 volt felett érzékelik a bemeneti jelet magasnak, 0,8 volt alatt pedig alacsonynak. A CMOS, azaz komplemente fém oxid félvezető építési technológia nem konkrét feszültség érték felett vagy alatt, hanem a távfeszültség százalékában érzékeli magasnak vagy alacsonynak a bemeneti jelet. A CMOS technológia nem csak szigorúan 5 voltról üzemelhet, hanem 3 volt, és 15 volt között bármi lehet a tápfeszültség. Ezt mindig vegyük számításba egy új elektronikai berendezés beszerzésénél és beüzemelésénél. Most képzeljük el, hogy egy 5 voltos jelszintekkel dolgozó Arduino-t összekötünk egy 3,3 voltról üzemelő Raspberry Pi-vel. Hiába fogja a Raspberry Pi kiadni a maximális 3,3 volt magas jelszintként, ha az csak alulról közelíti meg a 3,5-3,7 voltos szintet, amit már az Arduino magasnak érzékelne. Hogy mégis érzékelje, szintélesztés kell végezni. Szint illesztésnél összehangoljuk a különböző jelszintekkel dolgozó eszközök magas és alacsony jelszintjeit speciális államközök felhasználásával. Most, hogy tisztában vagyunk a jelszintekkel, kössünk egy nyomógombot az arduino -ra. A kapcsolókkal ugyan már foglalkoztunk részletesen egy korábbi videóban, most egy nyomógombbal fogjuk az ismereteinket felfrissíteni. A nyomógomb segítségével pillanatnyi, rövid időtartalmú kapcsolási impulzusokat gerjesztünk, amíg nyomva tartjuk. A nyomógombok kapcsolószerkezetei visszahúzó rúgókkal vannak felszerelve, így a rúgókkal felszerelt gomb mindig visszaugrik az eredeti helyzetbe. A kísérletező paneloknál ügyeljünk arra, hogy a nyomógomb lábai megfelelő irányba álljanak a bekötéskor. Ellenkező esetben rövidre tudjuk zárni a kivezetéseket. Multiméter segítségével könnyen ellenőrizhetjük és megérthetjük az adott kapcsoló működését. A szakadásvizsgálat nyomogombok esetén is igen hasznos, főleg akkor, ha nem emlékeznénk arra, hogy normál esetben nyitott vagy zárt kapcsolóval van dolgunk. Egyes multiméter típusok képesek hanggal jelezni az eredményt, sipolnak, ha találnak kapcsolatot, és némák, ha nem. A most következő gyakorlatban a LED villogtató blink példát úgy bővítjük tovább, hogy egy nyomógom segítségével fogjuk kibekapcsolgatni a LED fényét. Ha egy kapcsoló állapotát akarjuk megvizsgálni, akkor a következő bekötést alkalmazzuk. A kapcsoló egyik felét a földre, a másik felét az Arduino kettes digitális lábára kötjük. A LED a már megismert módon egy standard soros ellenálláson át van kapcsolva a 9-es lába, de használhatjuk az Arduino beépített ledét is a 13-as lábon keresztül. Építjük meg az áramkört az előbbi vázlat alapján, majd írjuk meg a vezérlő programunkat. A program elején elnevezzük a kettes lábat button pinnek, és létrehozunk egy egész típusú, a nyomógomb állapotát tároló button state nevű változót. Az Arduino áramkör bekapcsolása akkor minden láb bemenet, de erre ne alapozzunk, célszerű minden esetben nekünk megmondani, hogy egy lábat bemenetként vagy kimenetként akarunk használni a PIN mód utasítással. A setup részben led tartozó lábat kimenetnek, a nyomógombhoz tartozó lábat pedig bemenetnek állítjuk be. A loop részben a digital read pin utasítással lekérdezzük a nyomógomb állapotát, majd egy cikluson belül megvizsgáljuk, hogy le van-e nyomva a gomb, és a gomb állapotától függően kapcsoljuk ki be a ledet. Az egyetlen utasítás, ami eddig nem bukkant még fel, az a digital read pin. Az utasítás segítségével a kivezetés logikai alacsony vagy logikai magas állapotát olvashatjuk be. Az eredmény high vagy low lehet. A paraméterként megadott szám a kivezetés azonosítója. Most töltjük fel a programkódot az arduino és próbáljuk ki az összeállított kapcsolást. A nyomógomb lenyomásakor zárjuk az államköt, és ennek hatására alacsony feszültségszint jelenik meg az Arduino 2 lábán. Programunkban a button szét változó értéke alacsony, azaz ló lesz, amit ráírunk az Arduino Uno 13-os lábára, így a LED fénye is kialszik. Ha gombot felengedjük, a LED újra felragyog, pont mint várnánk, de ha alaposan megfigyeljük a LED állapotát, nagyon furcsa viselkedést tapasztalhatunk. Hol kigyullad, hol elalszik a LED fénye a nyomógomb állapotától függetlenül. A soros monitort megnyitva jól láthatjuk, ahogy folyamatosan változik nyomógombunk aktuális állapota. De miért is? Tehetjük fel a kérdést. A nyomógomb zárt állapotában a bemeneti lábat a földre, míg nyitott állapotában antennaként a környezeti zajt összeszedve meghatározatlan potenciálra viszi azt. Ezt a jelenséget, amikor a digitális kivezetés állapota nem egyértelmű, levegésnek nevezzük. A levegő láb úgy viselkedik, mint egy megaom ellenállás. Áram alig folyik rajta, ezért képes a környező zaj és zavar állapotát megváltoztatni. Egy szóval a nyomógomb nyitott állapotában nem kapcsolódik sehová, ezért az fel kell húzni öt voltra. Hogyha máshonnan nincs semmi jel, er, akkor is legyen határozott magas bemenet a kettes lábon. Ha közvetlenül rákötjük a távfeszültséget a nyomógombra, akkor a gomb mennyomásakor rövidre zárjuk az áramkört. Hogy ezt elkerüljük, egy 10 kohm úgynevezett felhúzó ellenállás szokás használni a gyakorlat alapján. Az ábrán látható ellenezés szerint, amikor a nyomógom nyitott, az input pin magas logikai értéket olvas, mivel kis mennyiségű áram folyik keresztül a tápfeszültség és az input pin között. Az input pinen 5 volt közeli érték jelenik meg. Amikor a nyomógomb zárt, közvetlenül a földre kötjük az input pint. Az áram a felhúzó ellenálláson keresztül folyik a föld felé, ezért az input pin alacsony logikai értéket olvas. Az elméleti alapok ismertetése után építsük be áramkörünkbe a külső felhúzó ellenállást. A képernyőn látható elrendezésnek megfelelően kössük az Arduino Uno 2 lábát egy 10 kOhm-os ellenállással a tápfeszültségre. Ha túl kicsi a felhúzó ellenállás értéke, akkor nagy áram folyik át a kapcsolón záráskor, és az érintkezőkön a szikraképződés miatt oxidáció indul meg, míg ha túl nagy az értéke, akkor a kapcsoló és a vezetékezése antennaként a hálózati zavarjeleket szedi össze. A felhúzó ellenállás bekötése után nyomógombunk nyitott állapotában is stabil magas jelet küld a digitális bemenete, ezt a bekötött LED nem vibráló állandó fénye egyértelműen jelzi számunkra. A gomb lenyomásakor stabil alacsony, felengedésekor stabil magas jelet küldünk a digitális bemenetre. A belső felhúzó ellenállás egy kibekapcsolható ellenállás a chip tokján belül, a kivezetés és a távfeszültség között. Minden pin rendelkezik ezzel a beépített, programozható felhúzó ellenállással. A belső felhúzó ellenállás használata mellett már a naív nyomógomb áramkörünk is használhatóvá válik. Az Arduino platformon a praktikusság és a könnyebb kezelhetőség miatt ugyanúgy kell kezelni, mint a kimenetek esetén a láb magas vagy alacsony szintjét. Elsőre butaságnak tűnik, mivel kiírunk egy portra, ami bemenetnek van definiálva, de ezzel bekapcsolható a belső felhúzó ellenállás. A fenti két sor összevonható a pin függvény input pull paraméter együttes használatával ez sokkal jobb kód olvashatóságot eredményez az input pull-up mód bemenetként konfigurálja az adott lábat és automatikusan 5 volt feszültségre húzza a belső ellenálláson keresztül ezt a kényelmi megoldást viszont nem célszerű a gyakorlatban is használni, mivel a belső felhúzó ellenállás értéke 20-50 km között van, és a hosszú vezetékkel csatlakozik a kapcsoló, mindenféle parazita jeleket képes a vezeték, mint antenna összeszedni. A megoldás az, hogy minden esetben külső felhúzó ellenállást használunk. A felhúzó ellenállás megismerés után kicsit még időzünk el a kimeneti jelszinteknél. Tegyük fel a kérdés magunknak, mi legyen a gombjelemen nyomva. Alacsony vagy magas? Logikusnak tűnik elsőre, hogy magas legyen a jel, ha megnyomjuk a gombot, és alacsony, ha nem. Gondoljunk csak a villanykapcsoló felkapcsolásával. Ha van jel, akkor biztosan történik is valami, például világít a lámpa. Viszont szinte mindenhol ennek az ellenkezőjét használják a gyakorlatban, ha megnyomjuk a gombot, nincs, ha nem, akkor pedig van jel. De miért is? Ezt a logikát élő nullának nevezik, azért élő, mert mindig ott van a jel, mint egy életjel. Ennek nagyon fontos következménye van, könnyebb a hibákat és a szabotást észrevenni, ezért használják az iparban és a biztonsági rendszerekben egyaránt. Élő nulláról beszélünk tehát, ha a mérendő fizikai jel nulla értékéhez nem nulla kimeneti jel tartozik. Valódi nulláról beszélünk akkor, ha mérendő fizikai jel nulla értékéhez nulla kimeneti jel tartozik. A valódi nullát a lehúzó ellenállás segítségével valósíthatjuk meg. A lehúzó ellenállás hasonló a felhúzó ellenálláshoz, csak most a bemenet és a föld közé kerül, ezzel logikai nulla értékek kényszerítve az adott pint. Ezt a megvalósítást ritkábban használjuk a már ismertetett okok miatt. Most, hogy megismerkedtünk a nyomógombbal és annak mikrovezérlőkhöz való illesztésével, következzen egy kis Arduino programozás. Vezéreljük gomgyomás segítségével a panelhez kapcsolt LED fényét. Ha a LED nem világít, akkor gomgyomásra világítson, ha pedig világít, akkor gomnyomásra aludjon ki a LED fénye. Programunk lényege, hogy csak akkor változtatjuk meg a led állapotát, ha valóban gomnyomás történik. A gomnyomás mindig állapotváltozással jár. Példánkban a logikai magas jel logikai alacsony jellé változik. Önmagában nem elegendő a gomb nyomás detektálásához, ha pillanatnyilag alacsony értéket olvasunk ki a gombról, hiszen akár nyomva is maradhatott az. Ezért mindig ismernünk kell a gomb előző állapotát is a helyes detektáláshoz. A gomb előző állapotát a Last Button State integer változóban tároljuk el. Ha a Button State változó értéke alacsony, a Last Button State pedig magas, akkor gombgyomást detektáltunk, és a led pillanatnyi állapotát, amit a digitál Read segítségével olvasunk ki, az ellenkezőjére változtatjuk. A kiolvasott logikai értéket a felkiáltójel, vagyis a logikai tagadás segítségével váltjuk az ellenkezőjére. Feltöltve a kódot és a nyomógombot használva azt várnánk, hogy minden megfelelően működik. De sajnos nem. Hol? felkapcsoljuk, hol kikapcsoljuk a LED fényét. De olykor semmi sem történik, hiába nyomjuk meg a gombot. Mi lehet a gond? Az ideális kapcsoló megnyomásakor az áramkört azonnal zárja, felengedéskor pedig azonnal nyitja. A valóságban viszont a nyomógomb csak a mi képzeletünkben képes nagyon szép négyszöges átmenete a magas állapotból az alacsonyba. A mechanikus kapcsolók Rugalmas fém alkatrészeket tartalmaznak, ezért a kapcsoláskor rezgés keletkezik az érintkezőknél. Ha oszciloszkópon nézzük, akkor megfigyelhetjük, hogy az zárás folyamata alatt többször érintkezik és elenged a kontaktus. Ez 1-5 millisekundum alatt lezajlik, és közben 5-10 nyitzár változás is végbe megy. Ezt a jelenséget nevezzük pergésnek. A kontroller gyors működéséből fakódóan a pergést sebes gomnyomásnak látja, ez pedig nem mindig fogadható el, mint elvárt működés. A kivédéséről a tervezőnek kell gondoskodnia. Ezt pergésmentesítésnek nevezzük. Alapvetően kétféle módszerrel lehet a pergés megszüntetni, hardveresen és szoftveresen. Az egyik legegyszerűbb hardware megoldás az, ha a nyomógombbal párhuzamosan kötünk egy kondenzátort, ami elnyeli a pergés alatt keletkező impulzusokat, de egyben egy rezgőkört is alkot, és egy negatív feszültség tüske is jelentkezik, amit viszont nem szeret a mikrovezérő. Erre a megoldás lehet, ha egy másik ellenállást sorba kötünk a kondenzátorral, de az igazán jó megoldást egy Schmitt trigger biztosítja. Visszatérve most a LED kibe kapcsolgató példánkhoz, pergésmentesítjük a nyomógombot egy 10 mikrofarát kapacitású elektrolit kondenzátor párhuzamos illesztésével. Most már azt kapjuk, amit elvárnánk programútól. Ha a LED nem világít, akkor gombnyomása világít, ha pedig világít, akkor gombnyomása kialszik a LED fénye. Az előbbiekben vázolt hardware pergésmentesítés csak addig praktikus, ami kevés számú nyomógombot akarunk használni. Ezért ma már inkább a szoftveres pergésmentesítés célra vezetőbb. Nézzünk erre is egy egyszerű példát. Legegyszerűbb, ha megvizsgáljuk a gombnyomás megtörténtét, vagyis a gomb kiolvasott értéke nem egyezik meg az utolsó eltároltal, majd a pergés kiválásával, ami kódumban 5 millisekundum ellenőrizzük, hogy a gomb még mindig mennyomott állapotban van-e. Ha mindkét egymás utáni feltétel igaz, akkor biztosak lehetünk a gomb mennyomott alacsony állapotában. A digitális eszközök, mint amilyen az Arduino is, logikai alacsony és magas jelszintekkel dolgoznak. Másképp megfogalmazva, vagy magas, vagy alacsony feszültséget adnak ki, vagy olvasnak be egy adott lábon. A feszültség egy viszonylagos érték, így mindig kell egy referencia, amihez viszonyítunk. Ez a referencia pedig az Arduino GND lába. A logikai magas 5 volt feszültség ehhez képes van értelmezve. A bemenet esetén ezek a feszültségszintek a gyakorlatban csak bizonyos szózással tartható be, ezért inkább feszültség tartományról beszélünk, amik technológiánként eltérhet. Az eltérő jelszintekkel dolgozó eszközöket szintilleszteni kell. A digitális bemenetekkel kapcsolatosan egy dolgot tanultunk meg, de nagyon. Soha se bíz az inputban, avagy minden bemenet az ördögtől való. Ezért soha ne feledkezzünk meg a környezeti zajról, a nyomógombok és kapcsoló pergéséről, na meg persze a felhasználóról. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, találkozunk legközelebb is a csatornán, addig is írjátok le kommentbe, hogy mit szeretnétek legközelebb látni, sziasztok!